Az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjában vagyunk, Budapest 21. kerületében. Itt kezeljük elsősorban az ország területéről beérkező kéréseket. Érkeznek krízishelyzetben lévő emberektől, vagy érkeznek olyan emberektől, akik egy általános elkeseredést fogalmaznak meg, és mindenképpen abban kérnek segítséget, hogy van kézzelfogható természetbeni segítséget nyújtsunk számukra, vagy információnyújtás keretében juttassuk őket előre, vagy juttassuk őket egyéb szakemberekhez, mint például jogtanácsadó, adósságkezelő vagy addiktológus. Körülbelül 70 ezer kéréssel dolgozunk éves szinten, amelyek feldolgozásához 4 állandó munkatársam van és 3 külsős. Méri 3 éve a segélyközpont munkatársa. Az ő feladata elsősorban a kapcsolattartás az egyéni segélykérőkkel, a segélyközponthoz beérkező segélykérések fogadása akár telefonos, akár írásos formában történik. A kéréseket kell felülbírálni, elbírálni, felvenni a családokkal a kapcsolatot. Minden esetben válaszolunk rá. Bekérünk egy-két dokumentumot is azzal kapcsolatban, hogy igazolni kell azt, hogy amit elmondtak, az fedi a valóságot, és amennyiben tudunk, akkor megpróbálunk segíteni. Mindenkinek megvan a saját területe, de nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Nézzük, hogy kinek mi a kompetenciája, miben erős, így osztjuk fel a területeket. Méri elsősorban olyan munka, amiben önállóan, azonnal, gyorsan, rugalmasan el kell jutni a családokhoz, tőle tudunk segítséget kérni. Szorosan együtt kell működnünk, minden nap mindent megbeszélünk, van egy stábértekezlet, és egymást segítve dolgozunk. Minden eset más. Minden esetet meg tudunk vizsgálni. Pontosan abban rejlik az erőnk, hogy egy-egy esetben azt tudjuk megnézni, hogy mi az a szál, amiben kapaszkodjunk, mi az, amit engedjünk el, és hogyha azzal a családdal így komplexen tudunk foglalkozni, akkor talán a hatékonysága is nagyobb. Álmomban nem jönne elő, hogy milyen helyzetekbe kerülnek emberek. Nagyon nehéz körülmények között élnek, és amikor kimegyünk hozzájuk személyesen, akkor látjuk csak, hogy milyen sorsok vannak igazából. Én világéletemben szerettem segíteni másoknak, és én úgy gondolom, hogy a empátiával vagyok mások iránt, és eléggé megérint az, hogyha valakinek a sorsa nem egyszerű, és azért is jöttem ide, mert szeretek embereknek segíteni.